13. kerületben találtam egy nagyon kedves kis lakást, ami nagyon megtetszett. Külön kérésemre a tévé köré egy háromdimenziós mozaik dekor díszítést a lakásban. Egy magazinban láttam ezt az ötletet, és úgy gondoltam, hogy megvalósítom a saját lakásomban is, nagyon tetszett. A konyha és a bútorok kialakításában az Eres Bútor áruházba mentem. Ott vásároltam be minden bútort. A konyha tekintetében a konyhastúdióba betérve látványtervet készített nekem az én elképzeléseim szerint. Összeválogattuk, hogy melyek a legjobb elemek. Beépített hűtőt választottam, illetve beépített mikrót, beépített mosogatógépet. A nappali tekintetében a sötétbarna, világosbarna, bézs, drap, fekete színeket használtam. Nagyon szeretem az elegáns dolgokat, de mégis szerettem volna egy otthonos és nem teljes mértékben minimál dizájnt alkotni a lakásban. Úgy gondolom, ez sikerült, sokan meg is dicsérték. Virágokkal, növényekkel próbáltam még otthonosabbá tenni a lakást, illetve képeket tettem a falra. Az Eres Bútor áruházba betérve válogattam ki ezeket a bútorokat. Fontos volt, hogy saroggarnitúrát válasszak, és hogy minimál dizájn legyen azért mégiscsak a lakás. Ezért az Emmár polcait, illetve bútorait választottam ki. Többféle színből lehetett választani, és én a favorit színt választottam egy fekete üvegberakással. A saroggarnitúrán pedig egy kihúzható saroggarnitúra. A nappalin és a konyhán kívül a hálószobában, a fürdőszobában, a WC-ben és az előszobában is ez a drap bézs színkombináció alkot egységet. A fürdőszobában a sarokát kialakítása miatt a helytakarékosság szempontjából az előszobai beépített szekrénybe tettük a mosógépet. A hálószobában egy nagyméretű sarokszekrény, illetve egy 180x200-as méretű ágy kapott helyet. A lakás egyébként erkélyes, egy nyithatós asztalt választottam, két oldalán föl lehet nyitni, és akkor így lehet csökkenteni, illetve bővíteni a méretét.